Sziasztok, és újra a csatornán. A mai videó nem lesz más, mint egy gyors nyári bronzos smink tutoriál erről a sminkről, amit ma rajtam láthattok. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok arra, hogy hogyan készítem el, akkor ne kattintsatok sehova. Szóval akkor kezdjünk is bele a smink videóba. Megtisztítottam az arcomat, és tettem fel egy kevéske primert, de igazából ennyi az egész. Amit összességében az arcomra fogok használni, az nem lesz más, mint a Rimmel Lasting Radiance korrektora. A szemem alá, a szememre egy-egy kis bőrhibára fogom használni, de most itt a természetes ragyogás lesz a cél, és nem akarok alapozott korrektort és porpuder réteget magamra applikálni, hiszen 30 fok van, le is olvadna az arcomra. Úgyhogy ezt fogom használni. Nem túl világos, de nem is túl sötét, most, hogy így még csak félig meddig vagyok lebarnulva, pont jó. Úgyhogy ezt fogom felaplikálni, és egy nedves Beauty Blender segítségével fogom eldolgozni. Ezt nem is fogom lepukderezni, hanem rögtön ugrok egy kis bronzosításra. Az I Heart Revolution Chocolate Strawberry arcpalettájából fogom használni ezt a bronzos szín árnyalatot. Majd pedig szintén az I Heart Revolution Chocolate Heart highlighterét fogom használni. Ez egy picit sötétebb highlighter, de inkább ilyen ragyogó bronzosítóként fogom használni. Majd highlighternek pedig szintén a Makeup Revolution Soft palettájából fogom ezt a hátsó árnyalatot használni. És el is térhetünk a szemsminkre, amihez Colourpop-ot és 183D-t, ezt a DM saját márkás valamit fogom használni. Kezdjük mondjuk, amúgy fogalmam sincs most mit szeretnék csinálni. Kezdjük mondjuk a Colourpop Desert nevű szuper sok szemhéjpúderével. Ez egy szatén, nagyon világos barna árnyalat, és a mélyítő vonalba fogom felvinni. Majd pedig ezt a 183 Days nevezetű szemhéjpúdert akarom kipróbálni. Ez ilyen folyékony metál típusú szemhéjpúder. DM-ben lehet kapni, és ugye azért kapta ezt a márka nevet, mert hogy ennyi naponta újul meg az árukínálat, amit én már láttam is. Úgyhogy ezt most ki fogom próbálni, és újjal fogom felvinni. Hát igazából a teljes szemhéjamra. Így egyszerűen is. Jó. Oké. Talán lehet, hogy vennem kéne ebből többféle színt is. Mamacita. She like devil of the skies, yeah, mamacita. És amúgy nem kell túlságosan belemártanom a kezemet hozzá, tehát hogy azért nem kell. Na jó, ez most sokkolt konkrétan, úristen, ezt még egyszer nem próbáltam ki. Mindig akartam csinálni vele videót, de aztán sose jutottam el oda, de úristen.
most ez gyönyörű. Kicsit a széleken mélyítek a The Nubian palettával, a Juvia's Place-től, ezzel az alsó sötét barna színnel, ne legyen olyan túl egy síkú. És ugyanezt a színt fogom az alsó szemből a sorra is felvinni. A belső szemzugba és a szemöldök csontra pedig szintén a highlighter palettának az arcunkra használt színét fogom használni. Szempilla spirálnak pedig a L'Oréal Paris False Lash X-Fiber szempilla spiráját fogom használni, amit az utóbbi időben nagyon megszerettem. Végül pedig jöhet a rúzs, amihez a Maybelline Superstay matte inket fogom használni romantik árnyalatban, és direkt egy ilyen nagyon erős neon nyári, nagyon vidám színt választottam, de ugyanúgy használhatok mondjuk vöröset. Ehhez a barna bronzos minkhez igazából bármi illik, neon korral is hihetetlenül jól tud kinézni, de én most valami pinket szerettem volna. És ennyi volt már ez a mai videó, hogyha tetszett, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy le ne maradj a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!